слушай, ти не забивай, ки ти не слушай, ще ка стига дия видео за ебе мо, на маш функциони, тъй на кято, ки ти вадюк, и шмедин ос уводава, е за сахор вадик на мо ос уводава, ша тук не ниска то свою, ми са на воле леги барато вода бен, е ти кучу ушак и нека за него е чаварду, а видик си шема не киш блюк, кукра стати, дек сейпен масни, на лендинг сейпен, а мой дек том, е да ют, воле ги герек, оки онира, е да грус волт риде о залези уводаяба, висонт, о, хало, не, Ricsi, ez egy-egy válad, gondoltam, hogy az új gyerek, szia! Az én nevem XP, mi a helyzet? Ismered a videóimat? Ah, meg, ah, bejuk, az teljes kodva, hogy lesz ilyen gonosz! Na minden sátok, lehet, hogy kicsik az avadába, bemutatok nektek mindent. Itt szoktunk aludni, itt szoktunk enni, itt ez az étkező, itt van a tanári, jó sok tanár van benne. Au, kérlek, vigyázz meg egy picit! Jó, itt van a zeneterem, látjátok, itt szoktunk, itt vannak egy többi gyerek, akik szoktak így énekelni, meg ilyesmi. Itt a mosdó, meg Adéhoz van egy öltöző. Képzétek el, sátok, hogyha rossz egy gyerek, akkor általában ide szokták bezárni mondjuk egy órára őket. Ha szeretnétek amúgy mondjuk ilyen videókat, ahol óvodát bemutatom meg az iskolát az első napot, akkor mindenféleképpen csapostok egy lájkot. Au! És jelkozott, és a csengő, csak felejtsétek el egyomni, és ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni, illetve ne felejtsétek el, vannak itt szintes termékek link a leírásba. Pulcsi bögre táska, kakaúság, százunk, bűtelsen, mindiség, gitárék. Viszont akkor, de folytatom is a videót, itt a legjobb barátom Csavargó, nézzétek meg! Ő nagyon-nagyon-nagyon jó kutya, és imádom. Nézd Csavargó, elhoztam a játékot, amiről beszéltem. Ez a kedvenc játékom a világon, és gondoltam, játszhatnánk közösen, mert miért is? Elvett? Kérlek, figyelj, mit csinálsz? Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és így te leszel a legnagyobb sztár. Kérlek, ne már! Ó, srácok, most elvett a kedvenc játékomat. Sajnálom, Csavargó, pedig azt mondom, hogy játszhatunk vele közösen, de hát most akkor ez van. Na mindegy, figyelj, gyere, menjünk szépen, van még itt, most megmutatom, milyen számot tanultam meg zongorán játszani. Gyere szépen, Csavargó, sziasztok, hello, hello, hogy telt a tegnapi napotok, sziasztok, srácok. Pár Csavargó, tégy, de nem éhetsz be, sajnos le kell ültetnem téged. Na, nézd, van ott többfajta dob is, meg ilyesmi, meg amúgy tudok egy keveset zongorázni, figyeljétek. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Enyém! Mi az, hogy enyém? Add vissza a zongorát, kérlek, még nem fejeztem be azt a számot, amit játszottam. Á, Istenem, srácok! És komolyan, ezt is elvette? Aj, ez a gyerek nagyon-nagyon rossz. Ha így folytatjuk, visszaszólni fogok az anyónőnek, hogy ez így már nem vicces. Nézd meg, most az autó is nála. Most komolyan! Hogy lehet ilyen gonosz, csak utálom ezt az gyereket, üzenem ezt az új gyereket. A többi gyerek tök kedves, és ők meg kimentek innen? Na jó, mindegy, ahhoz van még egy. Csavargó, segítsen! Oh, köszönöm! Mi? Áú! Mi? Áj, most építettem! Ne! Úristen, mit csinál velem folyamatosan? Most be vagyok ide szorulva. Valahogy tudnék itt visszamenni. Segít, ide szépen felépítem magamat valahogyan. Jó, egy, kettő, három. Jó, oké, ez itt teljesen jó. Ne! Csavargó, ne! Nézd ide már Csavargót, ő a mindenem! Ő a kedvenc kis kutyám, nézd ide, bárs! Légy szíves! Légy szíves! Gyere be, Csavargó, lemossuk a vért! Jó van. Oké, srácok, semmi baj. Jó, rendben, rendben. Hát ezt nem hiszem el, srácok! Ezt nem hiszem el! Jó, most már nem elég eszünk, meg ebédelünk, és utána szólunk az anyukának, hogy ez most már nem járja, mert ez a gyerek nagyon-nagyon rossz. Jó van. Ó, mi lesz? És úgy játszik az én játékom, hogy ezt nem hiszem el. Jó, nem baj, srácok, semmi gond. Szedünk egy kicsit ebből, egy kicsit ebből. Gyere, Csavargó! Gyere! Itt a leves! Belerakjuk a répát, jó? Kicsit megfűszerezzük. Nem is rossz az a leves, nagyon-nagyon finom. Ó, ezt nézd, ne vidd el! Mi? Te! Fú, miért csuláztam! Te beleköptél a levesembe! Na jó, itt van a vége, srácok! Megyünk az óvónőnek szólni! Nem érdekel, nem érdekel! Itt az óvónő! Óvónéni! Óvónéni, kérem! Szeretnék bejelenteni egy dolgot! Az egyik gyerekünk borzasztóan rosszul viselkedik! Képzelj el! Elvette a kedvenc játékomat! Bezár engem folyamatosan, beleköpött a levesembe! Nagyon-nagyon rossz az a gyerek, szóval egyszerűen nem tudom elképzelni, a legrosszabb gyerek, akit életem láttam, tessék kérem megbüntetni, mert nem tudunk Csavargóval nyugodtan játszani. Szóval ilyen az egyszerűen az a gyerek. Mondd az igazat. Persze, mondd az igazat, ez igazság, ez történt. Nézd meg, elosztom a kedvenc kis autómat, hogy játszunk Csavargóval, nem hiszek neked. Mi az, hogy nem hiszel nekem? Hát így történt, Vónéni, kérem, 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 higgy el nekem. Ezt nem hiszem el, esküszöm, nem hazudok. Nem tudom, hogyan tudnám bizonyítani, hogy Csavargó is el tudja mondani. Nem tudom, most mi legyen? Te vagy a, én vagyok a rossz? És akkor... Mi az, én vagyok a rossz? Ezt nem hiszem el! Komolyan azt tetszik gondolni, hogy én, aki évek óta ebbe az óvodába járok, én lennék a rossz? Tényleg, ezt nem hiszem el! Egyszerűen nem tudom
elképzelni, és nézem meg, ide bezár engem már megint a szemlészemmel. Látta? Ezt nem is láttam. A Isten srácok, és nézzük, ezt is üthetem ki, meg minden, ezt nem hiszem el, tényleg. Mész a sarokba. Most komolyan... Ah, srácok, akkor én kaptam most a büntetést, ezt nem hiszem el. Nézzem meg közül, hogy mit csinál, most mehetek be a büntető öltözőbe. Általában úgy van, hogy aki rossz, az egy jó lett ebbe az öltözőbe beszélt. De engem nem érdekel, srácok, láthatok, hogy nem én voltam a rossz. Ó, jól látom, hogy nyitva van az ablak. Egy óra bünti, hát ezt nem hiszem, jó, egy órát itt kell akkor lennünk. Sem érdekel, srácok, én valahogy megbosszulom azt a gyereket. Van egy ötletem, remélem bíztok bennem. Itt szépen most kimászunk, engem nem érdekel, és készítünk egy fegyvert, és megbosszuljuk ezt a gyereket, most engem nem érdekel, srácok, nagyon-nagyon rossz ez a gyerek, gyorsan csinálok egy kardot, és visszaveszem mind a zongorát, mind a kedvenc játékomat, mindent vissza fogok venni tőle, mert ez így már, srácok, nagyon-nagyon nem vicces, ilyen rossz gyerekek nem járhatnak ugye ebbe a zongorába szerintem, szóval mindenféleképpen megyünk, és most szépen visszaszerezzük az, ami a miénk volt. Nagyon csavargót közül nem fogja bántani, az semmiféleképpen nem bírom, hogyha csavargót bántaná. Szóval ja, menjünk szépen, srácok, itt van egy kis fa, vágunk belőle egy keveset, és csinálom most már egy karlat, aztán pedig visszamegyünk most már az óvodába, és visszaszerezzük a dolgainkat. Amúgy írjátok le, hogy nektek volt-e ilyen ismerősötök, vagy van-e ilyen gyerek, akit ismertek, mert nagyon nem szabad így viselkedni, rendesnek kell lenni mindenkivel, nem szabad senkit sem bántani, srácok, bár tesz, vagy bármilyen pici. Jól van, srácok, így mi fogjuk! Mehet is ez is így szépen bele, így, mehet a kard, jó, kész is van a kard, srácok, ahogy látjátok, most még megyünk szépen vissza, és visszajelzzük, ami a miénk volt, vagy nekünk jár, úgymond, mert ez most már itt tényleg nem járja, nem tudom, hogy hol van, de meg kell mindenféleképpen keresnünk, jó, remélem, hogy az óvónénik nem vették észre, hogy kiszöktem, mert már lassan letelik úgyis a büntetésem az egy óra, visszamászok oda szépen az öltözőbe, mint hogyha nem tudom, onnan jöttem volna ki alapból, menjünk szépen, 1, 2, 3, és fel! Jó, oké. Innen másztam ki? Igen, innen másztam ki. Jó! Mi csinál? Felgyújtotta! Valaki, gondolom a rossz gyerek megint! Jó! Itt vagyok! Vége a büntetésemnek! Itt van! Na jó! Ide figyelj! Figyelj ide! Állj meg! Nem szabad! Add vissza a dolgaimat, amit elvettél tőlem! Add vissza, vagy bántani foglak! Én nem szeretek senkit sem bántani, de add vissza! Add vissza, jó? Szépen, add vissza a dolgaimat, amint az ajtót, fordulj meg! Csavargó halott! Megölt egy csavargót! No! Kész! Nincs más választás! Nem látom, hogy merre mész, és te is! Én nem fogok meghalni, gyere ide! Gyere! Ide! Meghalsz! Itt a kedvenc autóm is! Meghalsz! Nem bántsatod senki csavargót! Itt van az autó, meg minden most pedig gyorsan el kell oltanunk a tüzet, mert nehogy az óvoda itt meggyulladjon. Úristen! Jó! Ne srácok! Jó, ez menthetetlen! Muszáj innen megszöknünk! Gyorsan! Ki innen? Már ég az egész! Fussa mindenki, ég az óvoda, srácok! Jó! Jó, mindegy! Hát srácok, meghalt csavargó, és ezt a rossz gyerek csinálta. Mindenesetre, ha tetszett nektek ez a videó, és szeretitek még ilyeneket, akkor mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, iratkozzatok, és a csengőt se felejtsetek el nyomni, úgyis ezzel engem nagyon nem tudtok támogatni. És hát jó, a következő videó találkozunk, lájkosok csengő, sziasztok!